Ahogy már mondtam, Placid atyáról fogunk beszélgetni, mert hogy Placid atya, aki megjárta a Gulágot címmel, újra látható egy mozifilm, amit az Urániában tekinthet meg a nagy közönség. Most a film rendezőit köszöntöm itt a stúdióban. Szél Pétert, jó reggelt kívánok! Kezdjük csókolom! Talán kezdjük is azzal, hogy hova nyúlik vissza az ön kapcsolata a Placid atyával? Hogyan fogalmazódott meg, hogy egy filmet készítsen az ő életéből? 2000-ben volt a KIM-nek, a Katolikus Ifjúsági Mozgalomnak egy hatalmas nagy zánkai tábora. És ott 1000 emberke volt, gyerekektől az aggastyánig minden korosztályban, és ott tartott előadást a Placid atya. És ott elcsodálkoztam, hogy egy pisszenés nem volt, néha nagy nevetések, de lekötött minden korosztályt. És azt figyeltem, hogy akármilyen hosszan tart az előadás, nem mozdul el senki a helyéről. És akkor éreztem, hogy nem akárki a Placid atya, és rájöttem, hogy ő a Kárpát-medencébe rengeteg helyen volt már előadni, és 6 könyvet írtak róla, ő egy zseni. Egy szent életű, szerény zseni. Alig van olyan politikus a világon, vagy államfő, akiről életében 6 könyvet írnak. És ő egy ilyen volt, és a könyv megjelenése után persze bejárták vele a Kárpát-medencét, és rengetegen ismerték, és a Csilláron is lógtak, ahol ő megjelent. Ismerte ön személyesen is Placid atyát? Előtte nem. De akkor rájöttem, hogy ezzel a jó emberrel kellene filmet készíteni. Egy szent életű, ilyen csodálatosan beszélő ember ritkán van a világon, és szerencsémre, amikor egyszer megkerestem, igent mondott, hogy miért ne. És jártam fel a lakására, egy fél órát beszélt nekem úgy általában, és akkor csak így föltette a kezét, itt a vége. És akkor legközelebbi szerdán megint jöttem, megint összeraktam a kamerát, világítást, és folytattam. És utána még gyűjtögettem róla anyagot, hogy volt az aranymiséje, a vasmiséje, és egy követ is felszentelt ő az 5. kerületben, a Honvéd utcában, ott is vettem róla föl, ott a rabok tiszteletére egy hatalmas követ felszentelt, és hát ott is valami csodálatos beszédet adott le. Most a kedves nézők a filmből láthatnak éppen részleteket, képeket, de talán menjünk vissza Placid atyának egészen a gyerekkorához. Hogyan került a családja Magyarországra, vagy mi az ő története a gyerekkorából? Az édesapja révén ő svéd származású, mert évszázadokkal ezelőtt az édesapja, a ükapja igazából, egy svéd hadsereg vonult vissza Törökország irányából, Svédország felé, mert ott az éhénység kitört, és itt megbetegedett az ő dédapja. És itt maradt. És itt maradt. És elvett egy magyar hölgyet, és így lettek ők igazi magyarok. És milyen érdekes, hogy az édesapja pedig evangélikus volt, igen, és mégis a fia pedig ugye katolikus pap lett végül. Igen. Az édesapja tanár volt, és magántanulóként tanította a fiát is, lányát is, és amikor a hittant kellett neki, a katolikus hittant tanítani, mert a bencésekhez járt, a Placid atya, akkor átváltoztatta a vallását katolikussá, az édesapja is, akkor lett ő ilyen igazán hívő. Aztán milyen érdekes, még az adás előtt elmesélte nekem, hogy Placid atya valahogy mindig a korosztálya előtt járt, akár, igen, tanulmányokra gondolunk, de talán az érettségében, igen, is meghaladta. Ő egy csoda gyerek volt, mert 4 és fél éves korában már elvégezte az első osztályt. A nővérét tanították magán tanulóként, és ő meg csak ott poroszkált a nővére körül, és az édesapja mondta a tanárnak, aki éppen vizsgáztatta az első osztályból, hogy az a kis maszat is tud mindent. És azt mondja, majd meglátjuk, és levizsgáztatta, és megkapta a bizonyítványt. És ugyanez volt másodikban, harmadikban, ő már 16 éves korában már érettségizett. 23 éves korában
1939-ben őnek egy hatalmas nagy éve volt, mert akkor lett pap, akkor lett tanár, és akkor lett, akkor doktorált. Tehát végül is három diplomás ember, és mégis, amikor megjött a fogságból, akkor segédmunkásként kellett dolgoznia. Még talán menjünk vissza a hivatásához. Arról például beszél a filmben, hogy ő hogyan lett pap, vagy hogyan lett bencés, hogy mikor fogalmazódott ez meg benne? A bencésekhez járt ő gimnáziumba, és ott érezte át, hogy mennyire jó szolgálni a jó Istent. És talán ez indította őt a papi pályán. Beszéljünk akkor a fogságról, a fogságban eltöltött időről. Mennyi időt volt Placid atya a gulágon? Ő 10 évet volt ott, és amikor rájött, hogy neki az a hivatása, hogy a rabokba tartsa a lelket, hogy ne adják föl, akkor minden energiáját erre tette, és 800 ezer embert hurcoltak el Magyarországról az oroszok, és ebből a 800 ezer emberből csak 10% tért haza. Az ő barakjaiból meg 30%. Tehát ennyit számít egy embernek a jó akarata, a segítsége. Sok emléket is hazahozott, történetet a gulágról. Ezeket megosztotta a filmben? Mesélt az ott eltöltött 10 évről, a sok szenvedésről? Igen, végül is erről szól a film. Végig meséli, hogy milyen szenzációs dolgok történtek ott, és milyen szomorú dolgok történtek, de ezt olyan vidáman tudja mesélni, hogy ez benne a szenzáció, hogy derűs marad, mindig derűs marad, mindenbe keresi a viccet, mindenből az elvei, a legfontosabb a túlélés elvei, az a 4 szabály, az a mi saját életünkre is fontos. Az egyik, hogy nem panaszkodom, mert ha panaszkodom, nekem is rosszabb lesz, és akinek panaszkodom, annak is viszem le az életenergiáit. A második szabály, hogy az apró örömöket kell gyűjtögetni, nem az apró bosszúságokat, mert akkor egy depressziós hülyék leszünk, ha pedig az apró örömöket gyűjtögetjük, akkor boldog emberek leszünk, és nem mindegy. Azon kívül ezeket az örömöket meg kell örvendezni, hogy ez az élet művészete szerinte, és azt hiszem, hogy ezt el is fogadhatjuk. A harmadik szabály, hogy külön vagyok, hogy értékes vagyok, hogy a jó Isten nem teremt selejtet, hanem minden ember valamiben kiváló, és azt kell belőle kihozni. Ez a dolgunk. És a negyedik szabály, hogy ha jó Istenbe tudok kapaszkodni, sokkal könnyebb átélni a nehézségeket. Azt hiszem, hogy ezt a 4 szabályt mindannyian magunkra vehetjük. Fiatalok is látják a filmet, iskolás csoportok is érkeznek az Urániába. Ők mit szólnak, vagy ismerik egyáltalán Placid atyát és ennek az időszaknak a történetét? Úgy érzem, hogy a mai fiatalok, de már a mi korosztályunk is alig tud valamit a gulágról. És éppen ezért érdemes lenne történelemtanároknak elvinni osztályokat a filmre. Most november 20-án lesz 10 órakor, pont egy hétköznap délelőtt 10 órakor a legközelebbi vetítés az Urániában, és a bemutatóra május 10-én 6 osztályt elhozott a Szent Gellért gimnázium, és a gyerekek ragyogtak, ahogy jöttek ki, pedig 113 perc hosszú a film, és végig a Placid atya beszél rajta, de a gyerekek teljesen föl voltak töltődve, és nézték volna még tovább, és taps volt a végén, szóval valami fantasztikus, hogy a Placid atyának milyen átütő ereje van, ahogy ő beszél. Hát talán ez a humor, amit ön is kiemelt, ez sokat segít. Milyen történetet mesélt még, ami megtörtént a gulágon? Hát az egyik érdekes, hogy ezt a filmben nem tettük be, de nagyon érdekes az, hogy a Szovjetunió 10 évig azon dolgozott, hogy őket tönkre tegye. És mondja a Placid atya, de én itt vagyok. És hol a Szovjetunió? Tele van mókával, mindig a vidámságot kereste. A raboknak is ez volt a kérés, hogy reggeltől estig csak arra figyeljenek, hogy milyen öröm történik velük aznap, és azokat gyűjtögessék, és azokról beszélgessenek a társaikkal, és próbálják ezeket átvenni.
és megörvendezni. Hát ezért tudták talán háromszor annyian túlélni a szenvedéseket. Mi volt aztán, miután hazatért a gulágról? Hogyan tudott újra szolgálatba állni egyáltalán? Újra szolgálatba tudott állni Placid atya? Mikor hazatért, a három diplomájával segédmunkásként betegeket kezdett tologatni, és nem engedték a bencések vissza a rendbe. Valószínű, hogyha megengedte volna a főapát, akkor megszűnt volna az állása, gondolom én. És ő ezt is vidáman próbálja előadni, hogy ő nem bencés már, hanem kincés. Mindenben a vidámságot keresi. Közben megérkezett már az élőképünk a Vatikánból, de még van egy pár percünk itt a beszélgetésből. Önnek személyesen milyen volt úgymond együtt dolgozni Placid atyával, vagy milyen volt az, hogy beengedte önt a lakásába, a dolgozó szobájába, hogy hétről hétre beszélgethetett vele? Mindig olyan boldogan és derűsen fogadott, mintha örökké ismert volna. És minden ember elő olyan barátságos volt, hogy ez csoda. Egyetlen egy sztori van, ami érdekes, mert egy hölgy mondja, hogy amikor megismerte Placid atyát, az neki egy elkeserítő élmény, ellenben utána rendbe jött az élete. Ő zokogott bent a templomba, és a Placid atya megben volt a gyóntaszószékbe. És amikor fél órán keresztül csak zokogott, akkor Placid atya egyszerűen kirobbant a gyóntatószékből, és oda ment hozzá, és úgy letolta, ahogy csak bírta, hogy szabad így elkeseredni akkor, amikor a Jóisten szeret bennünket, és mondta, és ez neki nagyon fájt akkor, de utána visszajárt a Placid atyához, és rendbe tette az életét. És boldog ember, ma már ő egy apáca. És meg tudja változtatni az embereket, úgyhogy őt szentté kéne avatni. Nagy hatással volt az emberekre, és ma is még nagy hatással van az emberekre Placid atya. Én nem láttam sajnos a filmet, de sokat olvastam róla, és például egy helyen úgy jellemzik, hogy mintha egy monodráma lenne, ahogy Placid atya meséli ugye a történeteket, de mások megszólalnak a filmben Placid atyán kívül? Csak ő. De képeket csak látunk azért különböző eseményekről. Melyek ezek, vagy miket mutat be még? Amikor a 60 éves, 65 éves miséjét adta le, akkor megszólal a püspöke, tehát az apátja, főapátja, és beszél róla egy keveset ott a templomban. Abból is bevágtam egy keveset az elejére. És amikor a követ szenteli, de azon kívül csak a Placid atya beszél végig, és mégis nem unalmas, hanem egy felemelő érzés a filmet végignézni. Én majdnem minden alkalommal végignéztem közben a filmet, közben én, mikor vágtam, már szinte kívülről tudom a szöveget, és mégis érdemes bemenni és nézni, mert valahogy, mint a mágnes, vonza oda az embert a Placid atya. Milyen volt a fogadtatása? Mert ez egy 2005-ben készített film, tehát már több mint 10 éves. Mit szólnak hozzá az emberek itt 10 év elteltével is? 2005-től 2016-ig gyűjtögettem róla az anyagot, és hát a moziból valami felemelő érzéssel jönnek ki az emberek, és boldogan. Szóval ezt látom, hogy nem lehet megunni a filmet. November 20-án lesz a legközelebbi vetítés az Urániában, de említette nekem, hogy várják az iskolás csoportokat is, vagy nyugdíjas csoportokat is, hogy tényleg minél több emberhez eljusson a film. Igen, és még az nagyon jó, hogy 900 forint, ha 20 fő fölött van egy csoport, csak 900 forint a belépődíj. Tehát ez nem is egy olyan őrült nagy összeg. De azért elárulhatjuk szerintem a Bónum TV nézőinek, hogy reméljük még idén mi is levetítjük ezt a filmet. Mert én nagyon szeretném is, és támogatom, hogy a Bónum TV-ben is, vagy bármelyik TV-ben lemehessen ez a film. Nagyon szépen köszönöm, Péter, a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk és mesélt Placid atyáról.